Háborús helyzetben felelőtlenül össze-vissza beszélni különösen káros. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, katonákat vagy fegyvereket küldeni, ahogy a baloldal akarta, csak olaj a tűzre. Gulyás Gergely szerint most az lenne a legfontosabb, hogy nemzeti egység jöjjön létre a háború és a biztonság kérdésében. Az álláspontunk mindig is az volt, hogy Magyarország önállóan nem tesz semmit, mi a NATO része vagyunk, így magyarázkodott Márki-Zay Péter egy csütörtöki bejegyzésben a közösségi oldalon. Hazugságnak nevezte, hogy a hatpárti koalíció fegyvereket és magyar katonákat küldene a háborúba. Szerinte az elmúlt napokban tett nyilatkozatainak nincs más jelentősége, mint hogy Magyarország, idézzük, NATO ország, amely a NATO-val közösen cselekszik. Ennyi és pont. Akár katonait is, akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát. Ezeket a nyilatkozatokat tagadja most Márki-Zay Péter. A baloldal miniszterelnök jelöltje éppen Magyarország és a NATO kapcsolatáról szólva mondta azt többször is, hogyha a Nemzetközi Katonai Szövetség megkívánja, akkor fegyvereket és katonákat is küldene a háborús térségbe. Annak ellenére mondta ezt Márki-Zay Péter, hogy azt még a NATO főtitkára Jens Stoltenberg is bejelentette. A katonai szövetség nem akar a konfliktus részese lenni, ezért nem küld fegyveres erőket Ukrajnába. Veszélybe sodorná a magyarokat az ukrán-orosz háború idején a baloldal, ezt írja az Origo. A portál hangsúlyozza, miközben a magyar kormány számára a magyar emberek biztonsága az első, addig a baloldal Magyarországot az ukrán-orosz harc részévé akarja tenni. A lap emlékeztet rá, nem Márki-Zay Péter az egyetlen baloldali politikus, aki így tesz. Kedden a gyurcsánypárti Rónai Sándor is azon sajnálkozott az ATV stúdiójában, hogy Magyarország nem segíti fegyverekkel Ukrajnát. Nagyon sajnálom a magyar kormány tegnapi bejelentését, miszerint mi nem segítjük 100%-ig ezt a folyamatot, hiszen más uniós tagállamok például fegyverek szállításában segítenek. A bukott Momentum elnök Fekete Győr András is fegyverek küldését sürgette egy korábbi publicisztikában, miközben azt hangoztatta, hogy elrettentés politikára van szükség Oroszországgal szemben. Ezen az állásponton volt korábban a Momentumos Donát Anna is. A retorikához pedig kedden a párbeszédes Tordai Bence is csatlakozott. A fegyverszállítványokkal kapcsolatban is ott nehezíti a közös európai fellépést, ahol csak lehet, ott rontja tovább az ukránok helyzetét, ahol csak lehet. Közben Márki-Zay Péter rendszeresen terjeszt álhíreket is, írja az Origo. A lap emlékeztet, a baloldal miniszterelnök jelöltje valótlanul állította, hogy Magyarország blokkolta az uniós szankciókat, és azt is, hogy hazánk egy katonai géppel fegyvereket küld Ukrajnába. Ezzel Márki-Zay Péter veszélybe sodorta az országot. Választási kampány ugyan van, de mintha nem lennének tekintettel azokra a veszélyekre, amelyet ez a háborús helyzet jelent Európának és Magyarországnak. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón az önös politikai érdekek félretételére és felelősségteljes viselkedésre szólította fel a baloldalt. Gulyás Gergely leszögezte, katonákat vagy fegyvereket küldeni olaj lenne a tűzre. Mi úgy gondoljuk, hogy az ország biztonsága még a választásoknál is sokkal fontosabb. Egy háborús helyzetben felelőtlenül össze-vissza beszélni, különösen káros, katonákat küldeni, ahogy a baloldal akart, fegyvereket küldeni, csak olaj a tűzre, és ebben a helyzetben ez az ország biztonságát és a kárpátaljai magyarok biztonságát is veszélyezteti. A miniszter hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy a biztonság kérdésében nemzeti egység jöjjön létre.